Sziasztok! Üdvözlök benneteket ismét a csatornámon. A mostani alkalommal a Canva-ban található diagramokat szeretném nektek bemutatni. Amint láthatjátok a képernyőmön, én az összes Canva-ban szereplő diagramot elhelyeztem egy prezentáció egyik oldalára, mind a 17-et, amiből az egyik az nem elérhető közvetlenül, azt egy kicsit trükkösebben tudjuk elővarázsolni, ami nem más, mint ez a töltsérdiagram. Az első 5 az infografika, először ezeket szeretném nektek bemutatni, illetve előtte még, hogy hogyan éritek el őket, az elemeknél megkeressük a diagramokat. És itt az összes megjelenítés, és itt vannak a diagramjaink, először az első 5 az az infografika, amik most itt vannak a képen, illetve utána a különböző oszlop, sáv, kör diagramok. És amit láthatjátok, itt ez a töltsél diagram, ez nem szerepel. Először nézzük meg ezeket az infografikákat. Ha rákattintok, akkor már is bejön a szerkesztő része, ez ugye a folyamatjelző kör, itt vannak a beállításai, hány százalékban legyen a hány százalékon álljon a mutatója, ezt be is tudjuk kapcsolni, illetve a vonalvastagságot is tudjuk változtatni egészen 1-től 20-ig. Itt ugye be tudjuk és ki tudjuk kapcsolni a százalékot, illetve hogy a vége az lekerekített legyen, vagy pedig csak simán egyenes. De természetesen a különböző elemek színét is tudjuk variálni, illetve ha bekapcsoljuk a százalékértéket, akkor annak a betűtípusát és méretét tudjuk változtatni, illetve természetesen a színét is. Ugyanígy működik a sugaras haladás és a folyamatjelző tárcsa is, annyi különbséggel, hogy itt ennél a sugaras haladásnál egyszerűen csak a kitöltést tudjuk változtatni, ugyanígy százalékosan bekapcsoljuk a százalék kijelzést, illetve ugyanígy lekerekíthetjük a végeit. Természetesen ennek is lehet változtatni a színeit, betűtípust, betűméretet, betűszínt, esetleg ugye félkövér, vagy pedig döltét tudjuk változtatni a betűtípust, illetve tudjuk animálni magát az, hogy hogyan jelenjen meg. Ez a folyamatjelző tárcsa, ez gyakorlatilag ugyanaz, mint az előbb mutatott sugaras haladás, csak itt annyi a különbség, hogy gyakorlatilag mint egy üzemanyagjelző az autóba, a régebbi autóba, vagy pedig egy sebességmérő tud működni, illetve itt a százalékos értéket már nem is tudjuk ráhelyezni. Itt csak a vonalvastagságot tudjuk megváltoztatni, illetve az elemeknek a színeit. Ugye van az egyszerű folyamatjelző sáv, ahol ugye 4%-osan be tudjuk állítani, hogy hány százalékon álljon. Ennek is a vonalvastagságát meg tudjuk változtatni. Itt szintén rá tudjuk helyezni a százalékos értéket, illetve ezt is tudjuk lekerekíteni, vagy pedig simán egyenesre hagyni. Ugyanígy a színeit tudjuk változtatni. Ugyanígy a betűtípus, betűméret, betűszín, ezt is lehet külön animálni, gyakorlatilag ugyanúgy, mint a másik 4-et. És itt vannak a piktogramok, ahol különböző előre elkészített piktogramok közül tudunk választani. Itt is meg tudjuk változtatni az egyes elemeknek ugye a színét, illetve itt alul, hogy egészen 100-ig be tudom állítani, hogy hány elem legyen, illetve hogy ebből a 100-ból hány legyen kitöltve, illetve meg tudom változtatni a térközét a különböző elemeknek. És hogy ez mire is jó az a piktogram? Nézzünk rá egy egyszerű példát. Például egy prezentációba leírjuk azt, hogy 49 gépjárműből 27 piros színű. Egyszerűen rámegyek ugye a piktogramra, egy kicsit szemléltessük is. Kiválasztom az autót, beállítom azt, hogy az összes elem az legyen 49, amiből 27 lesz piros. Ami ugye most még nem piros, de ha megváltoztatom ennek az autónak a színét pirosra, akkor már is jobban lehet látni, hogy nagyjából milyen százalékban vannak ezek az autók. Ha a jobb alsó sarokra kattintok rá, és ott kezdem el húzni, akkor a magát a méretét tudom változtatni ennek a piktogramnak, viszont hogyha a jobb szélénél kezdem el húzni, akkor az elosztását lehet látni, hogy hány sorba, hány oszlopba legyenek ezek a piktogramok. Én pontosan ezért választottam ugye 49-et, hiszen így hetesével el tudja osztani. És már is elérkeztünk a diagramokhoz, ahol egy kicsikét több beállítási lehetőségünk van, és igazából ez lesz az, ami számunkra a legfontosabb lesz. Illetve itt tudom nektek majd bemutatni, hogy hogyan tudjuk a töltsérdiagramot is elérni. Hogy itt vannak ugye eleve a beállítások, itt hozzá tudjuk adni, hogy a címkéket, rácsvonalakat el tudjuk venni. Az oszlopokat vagy a sorokat vegye alapul. És itt az adatoknál manuálisan be tudjuk vinni az adatainkat. Még ezt a 10-et átírjuk 25-re, és lehet látni, hogy már is ez az érték följebb ment. Természetesen ennek a táblázatnak is diagramnak is a színeit különböző színekre át tudjuk állítani. A betűtípus, betűméretet, betűszint ugyanígy tudjuk változtatni, mint az infografikáknál. És itt meg szeretném nektek mutatni, hogy hogyan tudjuk elérni a töltsérdiagramot. Itt fönt látszik, hogy ez egy sávdiagram. Ha erre rákattintunk, akkor itt át tudjuk állítani, hogy ez ne sávdiagram legyen, hanem sordiagram, halmozott sordiagram, itt különböző formátumokra át tudjuk állítani. Akár kördiagrammá is, és itt legalább van a töltsérdiagram. Amit igazából nem tudom megmondani nektek, hogy miért csak innét lehet elérni, de innét el tudjuk. Visszaállítottam ezt a simán sávdiagramra, és most kicsit beszéljünk itt az oldal alján lévő két elemről. Kapcsolódás a Google táblázatokhoz, illetve illeszebb a táblázat adatait. Ez a kettő nagyon fontos eleme a diagramkezelőjének, a Canvának, hiszen itt tudunk táblázatokból adatokat bevinni. Mégpedig olyan módon, én itt készítettem két egyszerű táblázatot a Google Docs-ba, ezt egyszerűen Ctrl-C-vel kijelölöm, és ide belekattintva már is átírja ezeket az adatokat. Ami egy nagyon hasznos dolog, hiszen így egy komolyabb táblázatot sem kell külön egyesével áthozni ide az adatokat, egyszerűen kijelölöm és behúzom. De ennél is jobb módszer, ha készítünk egy új táblázatot, egy diagramot, összekapcsoljuk. Itt én most összekapcsolom egy Google fiókkal, és itt ki tudom választani azt, hogy melyik táblázatot használja az adott Google fiókból, vagy abból az adott dokumentumból. Ugye itt egyetlen munkalap van, esetleg több munkalap lenne, akkor ugyanígy a munkalapokat is tudom választani, illetve itt a táblázat adatainál meg kell adnom azt, hogy én itt az A2 és B13 közti adatokat szeretném használni. A2, B13, frissítés. És amit látjátok, ezek az adatok már is átkerültek innét ide. Egyszerűen azzal, hogy frissítettem és betöltöttem annét, összekapcsoltam gyakorlatilag azt a Google táblázatot a Canva diagramommal. És itt jön még a legjobb része, mi van akkor, hogyha ez egy élő táblázat, és folyamatosan módosítjuk az adatait. Tehát ezt az 512-t még átírom 1560-ra. Ezt a 321-et meg mondjuk 112-re, a 723-at pedig legyen 2100-ra. Ugye most ez a táblázatnak itt az adatai módosultak, itt egyszer rákattintunk a frissítésre, és amit látjátok, a táblázat, a diagramnak a értékei is megváltoztak. Ami egy nagyon hasznos funkció, hogyha egy olyan élő dokumentummal dolgozunk, ami adott esetben napi szinten változik, és ebből a napi szinten változó táblázatból kell nekünk diagramokat készítenünk prezentációkhoz, beszámolókhoz. Így nem kell naponta az egyes adatokat átvinnünk az egyik táblázatból a diagramba. Egyszerűen, hogyha össze van kötve a diagram egy Google táblázattal, akkor egyszerűen a frissítés gomb megnyomásával az adatok frissülnek. Illetve ezeknek a diagramnak van még egy olyan tulajdonsága, hogy alapvetően van a diagramnak egy alapanimációja. Ezeket az animációkat nem tudjuk kikapcsolni, meg is mutatom nektek. Egy prezentációban ezek a diagramok mindig ezzel a kis animációval jelennek meg. Természetesen, hogy ezen kívül ráteszünk még egy animációt, akkor az nem fog megjelenni, hiszen ez így jön be. De ezeknek a diagramnak ugye a legfontosabb felhasználói területe az a különböző prezentációk, esetleg e-bookok, bár ugye az e-bookoknál az élő táblázatoknak a kezelése az nem biztos, hogy olyan fontos, de prezentációknál ez elég gyakran előkerül, és egy elég fontos eleme tud lenni, és nagyon sok munkát tudunk ezzel megspórolni, hogy nem kell napi szinten akár többször is egy folyamatosan változó táblázatot, pontosan a táblázatnak az adatait bevinnünk egy diagramra, hogy egy beszámolót tudjunk belőle készíteni, hiszen ezt megteszi számunkra a Canva automatikusan, ha össze van kötve a diagram a táblázattal. A mostani videó ennyi lett volna, amennyiben tetszett, kérem lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, ne felejtsetek el rányomni a kis csengő ikonra, szeretnétek értesítéseket kapni az új videóimról. Szeretném figyelmetekbe ajánlani az Oktas Online-on fennlévő tanfolyamomat, ahol a videók mellett a videókhoz tartozó forrásfájlokat is megtaláljátok. Ha esetleg elakadnátok valaminek a készítésénél, ti is leszeretnétek másolni az általam készített képeket, trükköket, és valahol elakadtok, akkor ezeknek a forrásfájloknak a használatával be tudjátok húzni az előre elkészített elemeket. Szintén szeretném figyelmetekbe ajánlani még a csatornának a Facebook oldalát is, aminek a linkje szintén ott van a leírásban, ahol a videók mellett egyéb érdekességeket is találhattok majd. Sziasztok!